Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! A Hungária Televízió Parastúdiója fölköltözött Budapestre, és 5 hónap után úgy tűnik, hogy sikerült stúdióhelységet is találnunk. Nagyon köszönjük a támogatást azoknak, akik ezt a stúdió lehetőséget biztosították. Így első körben úgy gondolom, hogy ez a köszönet mindenképpen jár nekik. Azt is nagyon köszönjük, hogy támogatóink sikerrel segítettek nekünk abban, hogy kamerához jutott a stúdió, és így minden további nélkül újraindulhat a Paraszt stúdió, mert ne feledjük el, hölgyeim és uraim, a parasztember nélkül nincs élet, mert a magyar paraszt termeli meg azt az élelmiszert, ami egészséges. Az nem ott a multinacionális cégek poltjain terem ám meg, meg nem is azokban az országokban, mondjuk Dél-Amerikában, honnan sok-sok ezer kilométerről elhozzák ide nekünk, éretlenül leszedett gyümölcsöket, stb., hanem itt a hazai magyar parasztnak kellene bennünket ellátni egészséges élelmiszerrel, és tudnák is ezt teljesíteni a hazai parasztok, hogyha ugye egyrésztről nem az történne, hogy lejárató kampány van ellenük folyamatosan, most már sok év óta, és a paraszt szó szinte pejoratív, pedig higgyék el nekem, a parasztember mindent tud. Tudja, mikor kell szántani, vetni, aratni, tudja, hogyan kell az állattal bánni, tudja, hogyan kell metszeni a szőlőt, vagy a fákat gondozni. Tehát a paraszt az egy nagyon is pozitív kifejezés. Ezért választottuk mi itt a Hungária Televízión belül a Paraszt stúdió elnevezést. De hogy megfelelő módon tudjunk reagálni azokra az anomáliákra, amelyek a magyar közéletben mai napig is működnek, ezért a mai napon meghívtuk Bodnár Tibor barátomat, aki ugye egyrésztről devizahitel károsult, másrésztről a híres Bogi Híradó főszerkesztője, tulajdonosa, operatőre, vágója, van még valamit elfelejtettem? Szóval mindenes egy szóval. És szintén köszönetet kell persze mondanunk, azért ezt sem felejtsük el, Faltusz Andreának, illetve Cseh Zoltánnak, hiszen ők is nagyon-nagyon sokat tesznek azért, vagy sokat tettek legalábbis azért eddig is, amíg nem tudott működni a Hungária Televízió, hogy önöket ellássuk megfelelő információkkal. Ugyanis az információ az, amire a legnagyobb szükségünk van. Hazánkban ugyanis nem agymosás történik, mint ahogy ezt ugye szokta a nemzeti oldal is rendszeresen mondani, hogy micsoda nagy agymosás van, hiszen, mint tudjuk, a mosás tisztít. Hölgyeim és uraim, itt agyfertőzésről van szó. És ennek a fertőzésnek az egyetlen ellenszere, hogy valós információkat adjunk önöknek, és mi ezt meg is próbáltuk mindig is, ez volt a Hungária Televíziónak a legfőbb célja, hogy azokat az információkat juttassuk el önökhöz, amely a fősodratú médiában soha nem fog megjelenni, vagy ha igen, akkor valamilyen hátsó szándékkal. Akkor kedves Tibor, rögtön azzal kezdeném, hogy térjünk rá a devizahitelre, hiszen a magyar társadalom egyik legkeményebb, leszegényítő története a devizahitel történet. Igaz, hogy kellene beszélnünk a földről is, a magyar földről, amelyet eltékozolnak, de sajnos, akit szerettünk volna ma meghívni, egy igazi parasztembert, ő sajnos nem ért rá, reméljük a következő adásban őt is meg tudjuk szólaltatni majd. Tehát Tibor, az lenne a kérdésem, hogy hol tartunk a devizacsalások ügyében, hiszen azt rögtön az elején le kell szögezzük, és gondolom, hogy ebből egyetértünk, hogy a törvényi tényállását a csalásnak a bankok tökéletesen kimerítették azzal, ami itt devizahitel kapcsán történt.
tökéletesen kimerítették, minden egyes elemét megvalósították a csalás törvényi tényállásának. Ennek ellenére a magyar állam, amelynek bennünket kellene, egyszerű embereket védeni, nem mellénk állt, hanem a bankárkaszt mellé. Úgy tűnik, hogy az is lehet, hogy nem is Orbán Viktor Magyarországon a főhatalom birtokosa, és nem is az országgyűlés, hanem a bankárkaszt. De ezt jól látod, én is ugyanezen a véleményem vagyok. Én egy kicsit azért erősebben fogalmaznék, tehát ez nem csak csalás, hanem ez egy tervezett kifosztás volt a bankok részéről. Ugye nagyon jól tudták, hogy a pénzügyi kultúra Magyarországon majdnem egyelőre a nullával. Ugye mi azért eléggé védett burokban voltunk pénzügyileg az előző rendszerben. Mi ha fölvettünk, és ott tényleg voltak kölcsönök, akkor ki tudtuk számolni, hogy mi a vége, mennyi az annyi, és mindenki ki tudta fizetni azokat a kölcsönöket. Itt aztán a rendszerváltás után nem léteztek kölcsönök. Ugye ezt Róna Péter nagyon jól kifejtette, hogy mi a probléma ezekkel. Ezt most részletesen nem mondom el, mindenki ismeri a probléma lényegét, hogy olyan szerződéseket kötöttek az emberekkel, amiben megjelenítettek mindenféle nem létező dolgot, vagy zavaró dolgot, amivel nem voltak tisztában. Itt például ez a maga a deviza, ami csak úgy volt megjelenítve, mint egy mérőszám, ők ugye azt mondták, hogy ez egy tényleges svájci frank, vagy bármilyen eurós hitel, és akkor az árfolyammal próbáltak megtéveszteni, hogy az nem fog emelkedni csak ennyivel, annyival, amennyivel. Ugye az egészben az volt a sötét dolog, hogy a Gyurcsány korszakban ráadásul erre rájátszottak, és a kinti árfolyam emelkedést elfették azzal, hogy egy árfolyam gátat tartottak fönt, és az embereknek teljesen ezt kommunikálták állandóan, hogy ez egy stabil, nem mozdul sehova, maximum 5-20% között fog egy kicsit megemelkedni a hosszú évek folyamán. Ugye már általában 20-30 éves, 25 éves szerződéseket kötöttek. Annak ellenére, hogy nagyon sok pénzügyi szakember jelezte, hogy tilos és öngyilkosság ilyen szerződéseket kötni hosszú távon a lakosság részére. Ezt egyébként az évek során még maga az IMF is jelezte, maga az EU bank világ is jelezte hivatalból az akkori vezetésnek, és maga Svájc, a kormány és a svájci bank is jelezte, hogy ennyi svájci frank nem létezik, amennyit itt megjelenítettek elő a szerződésbe. Másik. A szerződések mennyisége megint manipulálva volt. Magyarországon azt mondják, hogy 2-2,5 millió szerződés született, nem igaz. Több mint kétszerese, 5.600.000 szerződés köttetett ebbe a formába, amiben természetesen benne voltak az önkormányzati hitelek, a vállalkozási hitelek, egyebek. Ezt egyébként a Nemzeti Bank adta ki a Szakács Lacinak, aki akkoriban még a szocialista képviselő volt. Ő elég mélyen belement ebbe a deviza dologba, rengeteget dolgoztunk vele együtt, és nagyon gyümölcsöző volt. Ugye ott volt az EBRD egyezmény, amivel megpecsételte maga Orbán ezt az egészet, mert ugye én ezt a halálos ítéletünknek nevezem, hisz ott lett a nagy esküt abban a 4 pontban, akkor aláírták, hogy nem fogja megakadályozni azt, hogy a végrehajtások végig fussanak, és hogy az ingatlanokat elvegyék az emberektől. Ugye itt más politikai háttér is van, itt megemlíteném azért, hogy Izrael itt területeket akar elfoglalni. Én azon a véleményem vagyok, hogy azok a lakások, amik ilyen módon elvétetnek az emberektől, az a Magyarország területét is elveszi egy darabját. És átmegy egy idegen kézbe, és ezt így össze lehet adni, hogy ezek a tulajdonok hogy szivárognak át idegen hatalmak kezébe. És ez igaz máshol is, mert ugye azt, amit a kínaiakkal művelnek, hogy bejön egy család, és meg tud venni 2-3-4 ingatlant eddig is, és akkor nagyon gyorsan megkapják a letelepedési engedélyt, és ez nagy számban történik nagyon. Az ugyanilyen honfoglalás sajnos, tehát elveszik a hazánkat. Ez a lakosságcsere egyik része, és ott most menjünk bele, hogy a mai időben hol tartunk. Ott tartunk, és én ezt már a tüntetéseken is elmondtam, hogy eljutottunk odáig, hogy az alapokat kezdtük el feszegetni. Az alapok először is ugye a római jogra épülő alapok, hogy a tőke nem nőhet, amit nem tartanak tiszteletbe abszolút, és nem is érdekli őket. A másik pedig az, hogy vannak elévülési idők. És az elévülési időt
most úgy alkalmazzák, megtagadva egyébként a zsidók 6000 éves szokásjogát, amit kialakítottak, amit aztán a római jog átvett, ez az 5 éves elévülés, ezt ők megtagadták olyan téren, hogy akivel nem tudtak az évek folyamán a bíróságokon odáig eljutni, hogy a kilakoltatás, a végrehajtás megtörténjen, és tudott védekezni, itt gondolok az áradéktörlésekre, és meg kell említenem itt Pirmayer András barátomat, akivel ketten két év alatt idáig eljutottunk a kúria reárásra, meg az egyéb ilyen változásokra figyelve, hogy itt meg lehet fogni a történetet, ez ugye pont a kezdete a végrehajtásnak, hogyha ezeket töröljük, akkor az egy olyan történik jogilag, hogy ha az áradék törlődik, az utána következő összes végrehajtási esemény olyan, mintha meg se történt volna, tehát egy másik idő zónába történt volna, törlődik. Újra kezdjük az egészet, igen ám, csak közben eltelt 5 év, tehát elévültünk. Erre kitalálták azt, hogy van egy nyugvási év, és ebben a nyugvási évben bármilyen olyan végrehajtási tevékenység, ami egy fizetési meg, hogy bármi, amit az új PP-ből kivettek annak idején, azt most megjelenítik egy ilyen jogegységi határozattal, hogy mégis megszakítsák az 5 éves elévülést. Tehát itt megtagadják az 5 éves elévülés lehetőségét. Én most ott tartok egyébként személy szerint, hogy ugyanezt elkezdték nálam is, és most már a második záradékot töröltetjük. És úgy néz ki, hogy talán sikerül is, mert már felfüggesztették az eljárást, sőt ma, pont a mai napon törölték a végrehajtást a tulajdonlapomról megint. Úgyhogy valami történik, tehát úgy néz ki, hogy jó úton járunk. És ez megemlítem Pirmayer András egyéni sikere, mert olyan mélységbe belement ebbe a vonalba jogilag, hogy nem találna fogást rajta. A másik oldal pedig, amit a Gombos Katalin művel a kúrián, meg kell említenem, hogy a kúria odáig fajult, hogy tényleg állam az államban a jogrendszeren belül, tehát azt csinál, amit akar felső utasításra, és az egész bírósági rendszer vigyázba áll nekik. Sőt, hát nem csak vigyázba áll nekik, mivel hogy a bírók összetétele vegyes, azok a bírók, akik még egy kicsit meggyőződésből is károsult ellenesek, és mindenáron negatív ítéleteket akarnak hozni, azok két kézzel kapnak azokon a jogegységi határozatokon, amire hivatkozva téves és rossz ítéleteket hozhatnak, de ők ezzel így le vannak védve, tehát ők teljesítik az elvárásokat, tudják, hogy jogilag nincs igazság, tehát az teljes nonsens, amit művelnek. És a Gombos Katalin elment egészen olyan szakmai mélységbe, hogy megjelenítette azt az elévülést, tehát ott meg elévülés van, hogy az érvénytelenségnek a határideje lejár, hogy lehessen érvénytelenségi pert beadni, mint nonsens. Mert eddig ilyen nem volt. És ő ezt egy ítéletben megjelenítette, és tudjuk, hogy 2021. februárja óta a kúriai ítéletek korlátozott precedens jogú ítéleteknek számítanak, tehát ezt az amerikai jogrendszerből részlegesen átemelték, azért, hogy gyorsítsák az eljárásokat, és természetesen nem nekünk hozták ezt a lehetőséget, hanem az ellenfélnek, mert ők is gyorsabban le tudják futtatni ezeket a végrehajtási eljárásokat az ítéletek folyamán. Igen, ám csak, hogy azzal, hogy mi két évig bejártunk a kúriára, folyamatosan, következetesen, minden héten ott voltunk, azt a kevés nyert ítéletet ki tudtuk szűrni a rendszerből napra készen. Ez azért fontos, mert a nyert ítéleteket a deviza oldalnak 30-60 nap alatt adják ki anonimizálva. Az ellenfél, oda megy a bíró, akár egy hét alatt megkapja, vagy ha az ügyvédjük kéri ki, és megkapja egy hónapon belül. Tehát akkora ellenszélben vagyunk ott is az ügyintézésben, és ez van megjelenítve, hogy hátrányos helyzetben tudunk védekezni a bíróságokon. És ez az egész bírói rendszer sajnos annyira degenerálva lett emiatt, hogy de egyébként ez a büntetőjogban is felelhető, hisz ezek a csinált perek, amikor kijelölnek valakit bűnbaknak, akkor azt végigviszik akármilyen jogtalanságon, nem veszik figyelembe a bizonyítékokat, stb. Tehát az egész bírói rendszerre, akár a polgári, akár a büntetőjogban megjelenik ez. Hát köszönöm szépen, ez így hirtelen első halásra azért eléggé döbbenetes. De hozzá kell tegyem, hogy én tisztában voltam, illetve nagyon régen tisztában is vagyok azzal, hogy a magyar jogrend
nem csak, hogy nem a magyar embereket szolgálja, hanem ez egy idegen jogrend, amelyet úgy hoztak be hozzánk, úgy importáltak, hogy ezt a szép kifejezést használjam, és nem is lehet elvárni, hogy ezen a jogrenden belül óriási sikereket érjünk el, úgyhogy ha ti elértetek bármit, az csak gratulálni tudok hozzá. Most egy-két dolgot azért próbáljunk meg így gyorsan végig zongorázni. Ugye Széchenyi már 1843-ban világosan kifejtette, hogy a magyarság folyamatos leszegényítése zajlik. Hát 1843 elég régen volt, és azóta egyfolytában ez a leszegényítés, ez működik. Említetted, hogy szerződést kötöttek a felek. Na most a szerződésről tudnunk kell, hogy az a felek egybehangzó akarata. Na most, ha nincs tisztában a szerződést kötéskor az egyik fél azzal, hogy valójában abban a szerződésben milyen apróbetűs rész van, vagy nincs tisztában azzal, hogy mit jelent az a mondat, hogy egyoldalúan a bank változtathat bizonyos feltételeken. Mert én ilyenekről is hallottam, hogy voltak ilyen szerződések, hogy egyoldalúan a bank módosította. Ez mind azt mutatja, hogy egy monetáris, egy pénzügyi diktatúrában élünk, ahol valóban a pénzvilág, én bankárkasznak hívom ilyen egyszerűen őket, ők azok, akik ezt az egész történetet hátulról irányítják. Azt kell mondjam, hogy pénzpórázra vannak a bírók is többnyire fűzve. Legtöbb bíró azért nem mer valódi ítéletet hozni, nem meri az igazság felé terelgetni a dolgokat, holott látja, hogy kinek az oldalán van az igazság, mert félti az állását. Egyébként ez az 5.600.000 hitelszerződés, ez egy kicsit engem is meglepett, amit most mondtál. Én magam se gondoltam, hogy ennyi van. Viszont itt gyorsan elmondom, hogy 2009-ben mi Szegeden egy folyamatos tüntetés sorozatot csináltunk, szerintem még ma is fent van az interneten, meg lehet találni, Bankterror címmel csináltuk ezt, és az összes szegedi bank előtt, és én azt hiszem, hogy az 8 vagy 9 bank van Szegeden, mindegyik előtt tüntettünk. Az első alkalommal megjelent olyan 10-15 devizahiteles, a második alkalommal rajtunk kívül, tehát a szervezőken kívül, akik egyikünk se devizahiteles, rajtunk kívül 3 jelent meg a devizahitelesek közül, a harmadik alkalommal meg már 1 se. Tehát én egy kis önfeladást is érzek azoknak a részéről, akik ebbe a devizahitel problémába beestek, és Tibor, én nagyon gratulálok neked, mert sok év óta kitartóan küzdesz, és így kellene minden devizahitelesnek, ezt kellett volna csinálni, amit a Tibor csinál, keményen. Beszéltél arról, hogy a lakások kinek a kezébe kerülnek, igen, ez szuverenitás kérdése is, úgy a terület, tehát a földek úgy, mint a lakások, amikor idegen tulajdonba kerülnek, minden egyes lakás elvesztésével, amikor külföldi vásárolja fel, csökken a magyar állami szuverenitás is. Hogy ezt nem veszi figyelembe a magyarnak nevezett kormány? Ott se tudok ellenmondani, amikor mondhat, hogy lakosságcsere zajlik. Sajnos én magam is így látom, hogy lakosságcsere zajlik, és ugye a zsidók által annak idején bevezetett jubileumi év, azt azért ne felejtsük el, hogy az hiszem 7 év volt, de az nem arról szólt, amit te mondasz, hanem 7 év után az adósság elenyészett. Elengedték az adósnak az adósságot. Tehát nem arról van szó, hogy valami könnyítést kapott, nem, elengedték. Az egy más kérdés, hogy ez a jubileumi év, ez csak saját maguk között, tehát zsidók között, a golyok részére ez nem vonatkozott soha.
Tetten érhető ez, minden szempontból tetten érhető egyébként ennek az egész devizahitel kérdésnek az aljassága. És előtte itt beszélgettünk Ágival, aki említette, hogy erre egy nagyon komoly megoldást talált az orosz elnök. Hangsúlyozom, én nem vagyok orosz párti, mondjuk ukrán párti se vagyok, tehát nekem meggyőződésem az, hogy itt mind a két fél nagyon ludas abban, hogy itt háború van. De azt egyértelműen le kell szögezzük, hogy az alap, a kiindulási pont Ukrajna, aki a nemzetiségek jogait lábbal tiporta, sőt, népirtást követett el, akár az oroszokkal szembe, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy a magyarokkal, vagy románokkal, sőt, lengyelekkel szembe is. De ebben most nem nagyon menjünk bele, hogyha tudod, akkor ismertesd már, hogy Putyin milyen megoldást talált erre a devizahitel kérdésre. Hát ezt az Áginak kellett volna mondani, mert én ezt nem ismerem. Ezt nem ismerem, ezt a megoldást, nem hallottam, hogy ő mit javasolt. Én ennyimet el tudom mondani, azt nem tudom, mennyire van szinkronban azzal, ugye ez egy magyar speciális terület. Tehát ha meg tudták csinálni azt, hogy az árfolyam rés idején, jó, hogy tudjuk, hogy egy nagy színház volt, mert előre lejátszották, hogy mi legyen az eredmény. A 9 bankot beperelte a magyar állam, és vesztett. Vesztett, és az árfolyam rést beengedték, tudván azt, hogy a bankárok átgondolták, hogy ebből baromi nagy botrány lehetne, hogyha az árfolyam különbség is kiderül. Tehát ezzel elfették, mint egy a szelepet kiengedték, és tudták, hogy csak 10%-a az igazságnak, ami kiderül. Tehát 10%-ot kell körülbelül elengedni abból az összegből, amit ők követelnek, és ez így is volt. Nálam is egy olyan 5000 svájci frank leírásra került, illetve hát azt beolvasztották ugye a tartozást. Igen, de bocsáss meg, de te soha nem kaptál életedbe egyetlen egy svájci frank sem. Így. Akkor hogyan lehetséges az, én értem, hogy ki lehet találni ezt, hogy ez egy pénzügyi termék, kitalálták, de tehát olyan, hogy svájci frankba számolnak, és nem adnak neked svájci, hát a csalás az itt is megmutatkozik. Igen, itt végén volt egy jogi bravúr, amit ott az elején csináltak, és ugye mindig Orbánra fogják, hogy ő hozta létre, igen, ő hozta létre, de egy egyértelmű törvényt született a 2001 környékén, hogy a devizahitel azoknak szól, és az a devizahitel, aki abban a devizában kap valahonnan jövedelmet, akár kint dolgozik, és arra köttetik a szerződés, és abban is fizet. Igen. Tehát a részletek is ugyanabban a pénznemben történnek. Igen, ám csak utána létrehozták ezt az összvér dolgot, hogy ez a forint, és forintba fizetek, stb. És hát akkor ezt úgy létrehozták, és ugye ugyanaz a devizahitel maradt, és tudjuk nagyon jól, hogy a 2008-as válságkor, amikor ez megkérdőjeleződött, ez az egész, akkor kitaláltak egy elnevezést, a deriza alapú baromság, hitel, de ugye ebben elfedik, hogy egy kicsit elkülönítik a devizahiteltől, mert hogy ez forintban tört, de azért ez devizában történő ügylet, meg sorsortolás, mindent kitaláltak. Bocsáss meg, de most itt megint nem akarok a szabadba vágni, de ez egy fontos dolog, amit mondtál. Én annak idején végigolvastam a törvényt, és deviza alapú hitel nem szerepelt a törvényben. Tehát ez, hogy deviza alapú, ez ne, deviza hitel szerepel, de deviza alapú hitel nem szerepel. Hogyan tudta a bankvilág mégis keresztül vinni ezt, hogy termék, deviza alapú hitel? Erről tudsz valamit mondani? Hát pont, amit belekezdtem, hogy mindenféle pénzügyi tranzakcióval magyarázták, mert ugye megkérdőjelezte maga a Svájc, meg a svájci bank is, hogy jelenítettek meg ennyi svájci franta semmiből, és akkor ők azt mondták, hogy a bankok ugye sortolhatnak egymás közt, és erről van egy olyan hátsó információ, hogy ez tulajdonképpen egy játék. Tehát tényleg sortolhatnak, de a sortolás is úgy megy végbe, hogy ők szabják meg az a éppen konkrét sortoláson alapuló
devizának az árfolyamát. És történt olyan sortolás, hogy 1-2 forinton sortolták a svájci frankot is egymás közt. Hát bocs, de ez tulajdonképpen, ez nem csalás, ez már büntény. Igen. Amúgy, de nekik szabad, mert banktitok, és ezt megtehetik. Oda-vissza leszerződtek, utána visszaszerződték, és megjelenítették. Ez ugyanolyan, mint amit állítok, hogy 13-ban, amikor kiengedte az Amerikai Egyesült Államok a kezéből a pénz forgalmazását, illetve kezelését, és a Fed átvette, hogy ugye... 1913-ról beszélt. 13-ból, tehát igen, több mint 100 éve. És az is annak volt az oka, hogy ilyen könnyen átment, mert ez pont karácsony napján tették, a pulykaevés. Mindenkinek már otthon járt az esze, jóval húzzuk be, az nem érdekes. És avval tulajdonképpen az egész föld sorsát avval az aláírással döntötték el akkor, mert ugye egy programozott 10%-os infláció keletkezett, mert ugye 10%-os a tartalékrátával indult el a történet. Ugye az mi befejeltük 5%-ra, amikor átvettük ezt a konszolidált bankrendszert, és elárulok meg egy olyan titkot, hogy a Gyurcsány, mikor átadta, akkor 2-re levitték. Igen. Sőt, meghatároztak egy olyat is, hogy a bank határozhatja meg ennek a százalékát. A tartalékrát, a százalékát. Igen, igen, és mivel, hogy külső lábon, ezt meg a Járvásséves mondta el, hogy mivel, hogy ők a számviteli törvényt nem veszik figyelembe, mert ott is csalnak, hogy rájuk nem vonatkozik, mérleg abszolút nincs az ügyletekben, arra is majd mondok később egy érdekességet, nem lehet megjeleníteni így, viszont ha ők elszámolnak egy év végén ezzel az egész történettel, akkor mivel hogy annyi pénzt hoznak létre elektronikusan egy gombnyomásra, amennyit akarnak, ők a százalékot utólag jelentik be év végén, hogy a mérleg, a látszat mérleg meglegyen. Ezért vezették be azt, hogy akár nulla közelébe is lehet, mert hogyha ezzel mérleget tudtak teremteni, akkor azt jelentették be. És ez is azt jelenti, hogy ők nem kettős könyvelés, nagyon tévesen mondják, a kettős könyvelés a polgári életben jelen van, amelyik cégből kötelezve is van rá, azok nyitott kettős könyvelés, mind a kettőt vizsgálhatják. A bankokat az adóhatóság nem vizsgálhatja komolyan, és a számviteli törvényt megtagadják. Ezt egyébként a bíróságokon szembesültünk, ezzel vélt. Volt egy régi projektünk a Jogállamért Egyesületnek, Pálfi Eszterrel, több száz olyan szerző, illetve közjegyzői jogiratot állítottunk kint Szlovákiába, ami EU-s jogiratnak számított, ahol a számviteli törvény szerint megjelenítettük a valós értéket. És azokban a papírokban az jelent meg, hogy csak a fele értéket kaptad meg a svájci frannak, tehát még járna neked pénz. Én meg azt állítom, hogy annak idején a tulajdonlapokat nem lehetett idegen valutával terhelni és megjeleníteni. Mégis elkezdték. Utána utólag hoztak rá visszamenőlegesen egy törvényt, mert ugye ezt is kipiszkáltuk, hogy mi a francot csináltok. Ők mindent rendbe raktak utólag, hogy ez mégis jogszerűk, stb. Igen ám, de hogyha figyelembe veszem ezt a dolgot, hogy mi az értékarány, az én 100 000 svájci frank tartozásom 2008-ban a 15-ös éves elszámoláskor, mikor elszállt 256-ra, akkor csak 50 000 svájci frankot ért az én 15 millióm. Erre mit csináltak? Fordítva ültek a lóra, és az én 100 000 svájci frankom ott is 100 000 frank, és akkor majd a 15-öt fölvisszük 30-ra. Ebből keletkezett a tőkenövekmény, ami nem nőhet, kétszer-háromszor annyi tartozásot keletkezett az árfolyam különbség miatt, mert ez egy trükk, és ez egy fordított, hát nincs, az egyik itt van, a másik itt, nincs számvitel. Nincs számvitel. Világos, világos. És ez már megint büntény. Ezt a vadkapitalista topzódást, ezt sokan kaszinókapitalizmusnak nevezik, mert ugye ez egy a szerencsejátékhoz hasonló történet, viszont egyértelműen, nem tudom, hogy mennyire valaha életedben jártál kaszinóba valaha? Nem. Na akkor én jártam, és elmondom, hogy mindig a bank nyer. Nem tudom. Mindig a bank nyer. Tehát, van etetés? Így van. Van, beetetés van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elég szépen körbejártuk ezt a dolgot, kedves nézőink. A Hungária Televízió Parastúdiója arra vállalkozott, hogy próbáljunk egy kicsit belelátni ebbe a devizahitel történetbe. Én talán annyi magyarázatot itt a végén még hozzátennék, hogy nehogy véletlenül
bár ma már a magyar társadalom hála Drábik János munkásságának azért többnyire tisztában van a tartalékráta fogalmával, illetve hatásával, de azért mégis próbáljuk még egy kicsit ezt elemezni. Tehát a tartalékráta azt jelenti, hogy én vagyok a bank, van 10 forintom. És akkor abból a 10 forintból mennyit tudok kölcsön adni? Hát ez úgy működik, ne 10 forint a százal számoljunk, tulajdonképpen Magyarországra levetítve. Így van. Magyarországon nagyon durva a dolog. 2 forintot befizet a Magyar Nemzeti Banknak, és 98 forintot enterrel, tehát nem valósan, enterrel megjelenítve a számítógépen kiad. Tehát előállít, magyarul előállít a legyártja az elektronikus, az elektronikus pénzt legyártja, és ha véletlenül, azért van az, hogy a bankban, hogyha bemégy, kedves néző, és úgy döntesz, hogy neked mit tudom én kell 200 000, 300 000 forint, akkor azt mondják, pláne ha 1 millió, akkor azt mondják, hogy jöjjön holnap. Mert bemegy az autó a Nemzeti Bankba, és a Nemzeti Bankból a páncélautóval, vagy nem tudom milyen biztonsági autóval kihozzák másnapra azt az 1 milliót, vagy 100 000-et. Egyébként nincs a banknál pénz. Igen. Legalábbis ilyen mennyiségű pénz nincs. Így van. Tehát magyarul ők, amikor fizetni kell, akkor lelepleződnének azzal, hogy az a bizonyos 98 forint, amit ők elektronikusan állítottak elő, az nincs is a birtokukba. Az nem az övéké, azt ők is kölcsön veszik majd akkor a Nemzeti Banktól, és az egy másik kérdés, hogy mennyi annak a költsége, de amikor utalgatunk, tehát átutalással megy a pénz az egyik bankból a másikba, akkor még a Nemzeti Bankra sincs szükség, mert készpénzre sincs szükség. Na ez az, ami miatt leginkább meg akarják a készpénzt szüntetni, hiszen ez nekik plusz költség. Hát nekik az lenne az igazi, ha csak elektronikus pénz lenne, és akkor egyáltalán nem lenne ilyen probléma, és ők vidáman le tudnák venni az egyes átutalásoknál azokat a minek is mondják ezt? Mi az? Milyen díj? Transferdíj? Tranzakciós díj, így van. És ezt szépen lehet majd növelni, mert mondom, ebben a kaszinókapitalizmusban mindig a bank jár jól. Egy záró mondatot, hogyha... Hát ez nem egy záró mondat lesz, mert még van egy blokkom a tarsolyomban, ami... Hát tulajdonképpen először is, hogy a bíróságok miért állnak jelenleg. Ugye van még egy ítélet, amire várunk, mert a bíróság eljátszotta a hülyét annak érdekében, hogy megfeleljen az elvárásoknak, és az utolsó 5 EU-s ítélet, amiből az sugárzik, hogy nem volt benne idegen fizető eszköz, tehát nem volt árfolyamkülönbség sem, azt ugye ők tagadják, meg most nem is akarják alkalmazni, viszont kikerült megint egy értelmezés, és lesz egy ítélet, ahol egyértelműen elmondják talán ilyen dedos szintre elmondva az indokokat, meg valahogy az ítéletet, hogy ne legyen ez a kavarás, hogy így is lehet értelmezni, meg úgy is, mert volt olyan ítélet is, és egy évig azon vitatkoztak, hogy most tulajdonképpen mi van oda leírva. Tehát azt szerintem bank megrendelésre készült egyébként ez az ítélet, mert nem lehetett így is úgy is értelmezni. Lényeg az, hogy meg fog születni, és akkor az árfolyam különbség meg lesz jelenítve, és erre azért mondok egy nagyon érdekes történelmi tényt. Ugye a magyar királyi kúria 1936-ban kiadott egy svájci fran hitelt, azt hiszem Pengő volt akkor talán. Igen, Pengő svájci fran vonatkozásban egy elég erős cégnek, elég nagy hitelről volt szó, pontosan nem tudom, hogy mennyi. Ezt egyébként Besenyő András megjelenítette a Jura 2015-ös évelei jogi lapjába, a Pécsi Jogi Igen. Egyetemnek a Jurájába, aminek azért vannak érdekességei, és ott leírta, hogy ugye jött 1939-ben, ugye a Dolfika fölrobbantotta a világot, teljes Viszmajor, és akkor hozott a magyar királyi kúria egy bölcs, akkori bölcs, mert ugye őt még nem irányították, teljesen egyértelmű ítéletet, hogy csak a felvett pengő, amit ő megkapott a svájci fran után, azzal kell elszámolni. Milyen érdekes, hogy 24-ben ugyanarról beszélnek az EU-ba, 2024-ben.
Majdnem 100 év telik el, és még mindig az az igazság, és a jelenlegi kormányunk meg lesöpli az asztalról az igazságot. Nézd, hát az a magyar királyság volt, ahol ugye nem kellett királyt választani, mert a király helyettesítő kormányzó állt az állam élén, és egyébként is egy örökös királynőnk van ugye a Boldogasszony személyében már István óta, úgyhogy igen. Az a magyar királyság sok szempontból tisztességesebb volt, mint ez a köztársaságnak hazudott rendszer, ugyanis ezt is el szoktam mindig mondani, hogy a magyar királyság korszakában, bár az első világháborúban nagyon kiraboltak bennünket, de mégsem volt 23-24%-nál több idegen tőke Magyarországon, vagyis inkább magyar tőkések voltak, sem mint idegenek. Most az ipari termelés vonatkozásában közel vagyunk a 80%-hoz idegen tőke vonatkozásában. És akkor csodálkozunk, hogy kiviszik a profitot a tőkések? És az számomra a legnagyobb döbbenet, amikor elkezdik mondani, hogy jaj, milyen jó, hogy áramlik a tőke Magyarországra. Hát nagyon jó, hogy áramlik a tőke, és közben áramlik ki a profit, amit megtermelünk. És nem a tőke fog talicskázni, nem a tőke fog dolgozni. Mi magyar emberek dolgozunk, tehát a mi munka teljesítményünknek egy jelentős részét viszik ki profitként, és ráadásul, még egyszer mondom, meg akarnak bennünket győzni, hogy milyen nagyszerű, hogy áramlik ide be a tőke. Én nem tudom, de ezen nagyon el kellene gondolkodni, hogyha a magyar királyság korszaka alatt, mondom, ez a 23-24% idegen tőke volt, és most meg közel 80, akkor nem az a magyar királyság gondolkodott normálisan? Sajnos az az érzésem, hogy igen. Igen, igen, igen. Na, akkor még egy záró mondat. Még elmondok két információt, vagy hármat. Az egyik ugyanevel a Besenyő András sztorival kapcsolatos, hogy annak az érdekessége a Habatortán az volt, hogy Trócsányi, a későbbi igazságügyi miniszterünk, akkor még docensként ott csücsült a csapatba, és ezt ellejegyezte, ezt a tanulmányt, hogy nem volt svájci prang, és nem lehet értékelni, tehát nincs árfolyam különbség. Aztán bekerült ugye pénzügyminiszternek, megalkotta az új PP-t, amiben én mindig azt mondtam, hogy az akasztott embert ültetik be a tárgyalóba, mert csak előre tudod a dolgokat feltárni, ha később új információkat kapsz, már UPP szerint nem jelenítheted meg, vagy megjelenítheted, nem veszik figyelembe, kizárják, és nem tudod a tárgyalást olyan irányba billenteni, hogy ez neked jó legyen, hanem akkor az már megy abban a nyomvonalban, és lemészárolnak. És ott ő már elfelejtette ugye ezt, mert ezt is úgy jelenítették meg. A másik Gombos Katalin, Simoné Gombos Katalin, aki professzori minisztérséssel működik a kúria élén, és a Simor András, aki az ő főnöke, tulajdonképpen szakmailag az egész jogásztársadalom szerint egy nulla, csak rá támaszkodik, és ő csinálja azt a jogi bravúrokat meg, amit megrendelnek. És itt van az EU-s jog, amiről az előbb beszéltem, hogy várjuk ezt az utolsó ítéletet, ez nincs megjelenítve úgy, akkor, és ezt a Marcingos is az orrára húzta a bírónőnek, ki is rúgták a kúriáról egyszerre miatt, hogy képzeli, hogy professzori minősítéssel az egyetemen tanítja az EU-s jogot, aztán onnan kisétál, ő besétál a kúriára, átlépi a küszöböt, és amnéziás rohamot kap, és megtagadja a tárgyalásokon az EU-s jogot. Hát ő a szakmai csúcs, neki példát kéne mutatni, és ilyen szakmai mélységekbe merült. Egyébként az én megoldásom az lenne, hogyha ezt végre megjelenítik, és sikerül a magyar kormányt meggyőzni arról, hogy ezt most már nagyon cikés, kéne egy új elszámolást csinálni. Beperelni ezt a 9 bankot megint az árfolyam különbség miatt, és csinálni egy új elszámolást, anulálni a 15-ös baromságot, hogy 256 már nincs, nulla, egy az egy, nem pedig egy a 256, mert ilyen nincs, és az összes adóst
kártalanítani a meglévő üres lakásokkal. Mindenkinek legyen lakhatása. És itt jön meg az Ági, közben súgott nekem, hogy Putyin úgy oldaná meg, hogy tilos az ingatlanból eltávolítani bárkit is ilyen történetekkel. A lakhatás az alapvető jog, ugye, amit sajnos az alaptörvényben adhatónak, vagy törekedni kell rá. Nonsense, hogy ezt ilyen bizonytalan környezetbe helyezték jogilag, azért, hogy ezt a kifosztást meg tudják csinálni, amit most megy. Igen. És ha már itt tartunk, hölgyeim és uraim, akkor bemutatnám ezt a kis munkát. Hát ebben a munkában a lakhatási jog egyértelműen minden egyes magyar állampolgárnak áll. Tehát nem vonható el a lakhatási joga tőle, és ráadásul ugye a devizahitel csalás kapcsán is megtiltja ez a kis joganyag teljes mértékben azt, hogy bárki több kamatot számoljon fel annál a bizonyos 5%-nál, ami elfogadható talán, és arról is szó van benne természetesen, hogy nem lehet deviza alapú, semmilyen deviza alapú hitelt szolgáltatni a bankoknak, és amelyik banknak ez nem tetszik, azt meg kell, hogy kérjük, hogy hagyja el Magyarországot. Én tudom nagyon jó, hiszen az elején erről beszéltünk, hogy Magyarország egy pénzügyi diktatúra, és talán nem is a regnáló kormány felelőssége mindez, de mégis az ő felelősségük is, hiszen nekik egyértelműen ki kellett volna tudni játszani ezt a hatalmi struktúrát, ezt a háttérhatalmi struktúrát, mert ma a jog Magyarországon az a jogtalansággal azonos, a törvény pedig az alkotmány ellenes áltörvénykezéssel azonos. Én nagyon sajnálom, hogy ilyen negatív vége lett ennek a beszélgetésnek, de abba kell hagyjuk, hiszen általában a hosszú beszélgetéseket nem szokta a kedves néző végignézni. Bízom abba, hogy ezt azért végig fogják önök nézni. Reméljük, hogy sok új információt tudtunk önöknek átadni, és ne feledjék el, iratkozzanak fel a YouTube csatornán a Hungária Televízióra, illetve amennyiben van ötletük, elképzelésük, jöjjenek, keressenek meg bennünket, mi hangot és lehetőséget adunk mindenkinek, aki politikusként, hiszen a politika az a magyar nemzet ügyeivel való foglalkozás, a magyar haza ügyeivel való foglalkozás, és aki szeretne egy jó irányú változást Magyarországon, hangsúlyozom, jó irányút, nem olyat, hogy az egyik párttól vegye át a másik párt a hatalmat, nem olyat, hogy ugyanígy maradjunk meg abban a szituációban, hogy bábúként tudja a bankárkasz rángatni a mi kormányunkat, vagy állami vezetésünket. Köszönöm még egyszer, ha végignézték, osszák meg ezt a videót, hát ha sokan megnézik, és ne feledjék el, újraindult a Hungária Televízió, tehát nem a gazság, hanem az igazság televíziója az önök rendelkezésére áll. Isten áldja önöket! Isten áldjon titeket!